Jézus Krisztus, a láthatatlan Isten képe, minden ő általa és ő érte teremtetett, és ő benne áll fenn minden. A Kolossiakhoz írott levél első fejezetéből származó igével szeretettel köszöntöm a testvéreket mai vasárnapunkon, vízkereszt utáni második vasárnapon. Vasárnapunk fő témája az Isten akarata, hogy mit akar az Isten az életünkkel, mit akar, mit szeretne tőlünk az életünk. Szomorú szívvel hirdetem a testvéreknek, hogy elhújt Kréling Dániel, gyülekezetünk nyugalmazott lelkésze, 78 esztendős korában. Temetése január 26-án délután 3 órakor lesz a Bonyhádi Evangélikus temetőben. A család kérése, hogy koszorú megváltás címén a Bonyhádi Evangélikus Egyházközséget támogassák a testvére. Hirdetem, hogy ma hajnalban elhunyt Alföldi Zoltán testvérünk is, temetéséről a család a későbbiekben intézkedik. Az előttünk álló alkalmakat hirdetem a testvéreknek, Bibliaóra Bonyhádon szerdán 10 órától lesz. A hidasi bibliaórákat betegség miatt egyelőre felfüggesztjük, február 1-én lesz az első alkalom majd. Hirdettem, hogy forráspont beszélgetős este lesz, január 17-én este 7 órától itt Bonyhádon. Baba-mama klubunk is lesz pénteken 9:30-től. Ökumenikus imahét alkalmait is sikerült beosztani, január 22 és 25 között lesz itt Bonyhádon és Hidason is. Az alkalmak este 5 órakor kezdődnek majd, és a helyszínekkel a hirdetőtáblán megtalálható már a különböző alkalmak sorrendje. Az Úristen áldja meg a mai Isten tiszteletünket, így kezdjük meg alkalmunkat a 331-es énekkel, majd pedig a 2-es liturgiához lehozzuk. Oh,
Fiú, Szentlélek nevében. Az egész föld leborul előtted, Uram, és énekel zengenek nevednek. Örvendez Istennek egész föld, énekeljétek neve dicsőségét. Jeltek és lássátok Isten tetteit, csodálatosan cselekszik az ember fiai. Mégsem éltem parancsolataid szerint. Könyörülj rajtam, és adj nekem élő hitet, hogy szívesen cselekedjem akaratodat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is.
Aki a profétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint profétáljon. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát. A tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálat készségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók. Az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket. Áldjátok, és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Anyja így szólt a szolgákhoz, bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métrét a fért. Jézus így szólt hozzájuk. Töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték színültig. Majd ezt mondta nekik, most merítsetek és vigyetek a násznagynak. Ők pedig vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, 3. napon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az ilyen hirdetések készülnek a 337-esen.
és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, mert megírva találunk Mózes második könyvének 33. fejezetében, a 17-től a 23. versig a következőként. Az Úr így szólt Mózeshez, megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert elnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek téged. Mózes pedig ezt mondta, mutasd meg nekem dicsőségedet. Az Úr így felelt, elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Arcomat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Majd ezt mondta az Úr, van egy hely nálam, állj ide a kősziklára. És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és betakarlak a kezemmel, amíg el nem vonulok. Azután elveszem a kezemet, és megláthatsz hátulról. Az arcomat azonban senki sem láthatja. Amen. Testvérem, a Krisztus Jézusban úgy és úgy rácsodálkozom, hogy a kisgyermekeknek mekkora akaratuk van. Nem tudom, hogy másnál hogy van, vagy hogy volt, de nálunk a három gyerkőc biztos, hogy egyszerre mindig háromféle dolgot akar, és azt azonnal. És visítások közepette próbáljuk őket kis türelemre nevelni, hogy hogyan tudjanak várni valamire, mert egyszerre mi is csak egy-két dolgot tudunk megcsinálni. És már a két éves legkisebb kis törpénknek is olyan határozott akarata van, hogy ő mit, hogyan és mikor akar, hogy bizony sokszor elkerekedik a szemem. De úgy hiszem, hogy nincs ez másképp felünk felnőttekkel sem. Nagyon határozott véleményünk van arról, hogy hogyan szeretnénk valamit csinálni. Mit akarunk elérni az életben? Mi az, ami megfelel a mi elvárásainknak, és mi az, ami ebbe a képbe, az általunk alakított képbe nem fér bele. És aminek, vagy akinek nincs helye ebben a képben, azon sokszor kegyetlenül átgázolunk. Megválogatjuk az embereket, akikkel kapcsolatot teremtünk, sokszor pusztán külsőségek alapján. És hogyha tudjuk, hogy mit, hogyan akarunk elérni, akkor szinte gondolkodás nélkül egyenesen megyünk a célunk felé. Nem nézve körül, hogy kit sodrunk el a nagy igyekezetben, vagy éppen mit áldozunk fel a cél érdekében. Sokszor azt látom, hogy az emberek megszállottan dolgoznak. Jó magam is gyermekként átéltem ezt olykor. Nagyobb házat, nagyobb kocsit vehessenek, vagy még ki tudja micsodát, hogy valójában annyira felesleges dolgokra költsék a pénzüket. És közben feláldozzák a pillanatokat, amiket a családdal tölthetnének. A közös meghitt perceket, beszélgetéseket barátokkal, régi ismerősökkel, vagy épp az Istennel töltött csendes perceket. Annyi mindent akarunk a világban. Tökéletesnek látszani, sikeresnek, a világi értelemben boldognak lenni. És sokszor éppen azt hanyagoljuk el érte, és azt veszítjük el, ami igazán boldoggá és teljessé tenni az életünket. És a nagy akarás közben épp csak arra nem gondolunk, hogy olyan Isten mit akar az életünkkel, az életünkben. Mai vasárnapunk erre igyekszik terelni a figyelmünket. Mi az Isten akarata? Felolvasott igényben azt látjuk, hogy Isten először is megajándékoz bennünket. Megajándékoz a bocsánatával és a jelenlétével. A felolvasott történetnek az előzménye az aranybórjú története. Amikor Isten népe, Izrael lecseréli az Urat egy aranyból készített bárányra, hogy azelőtt boruljon le és azt imádja. És ekkor Isten azt mondja, hogy nem vezetem tovább. És Mózes az, aki végül a bűnbánat után felmegy az Isten hegyére, és kérleli őt, hogy ne hagyja el a népet, hiszen ő nélküle semmit nem ér az életük. Nélküle semmit sem tudnak tenni.
És Isten bocsánatáról hallhattunk az igében, amikor azt mondja, megteszem ezt is, amiről beszéltél. Isten nem hagyja ott a népet, amelyet kiválasztott, hanem megbocsátja a vétküket, és velük együtt megy tovább majd az úton. Mert ilyen csodálatos úrunk van, hogy újra és újra megbocsát nekünk. Hányszor hibáztunk már? Hányszor figyeltünk inkább a saját akaratunkra, mint az ő hangjára? Hányszor tudtuk, hogy rosszat teszünk, de mégis megtettük, mert számunkra úgy volt előnyös? Hányszor győzött rajtunk a hirtelen haragunk, a felindulásunk, vagy a vágyunk, hogy visszavágjunk a másiknak, ahelyett, hogy megbocsátással és szeretettel fordultunk volna oda. Megszámolni sem tudjuk a rengeteg botlást, a rengeteg hibát. És mégis Isten gyermekei lehetünk ma is. Mert ha őszintén odafordulunk hozzá, akkor megbocsát nekünk. Mert ilyen az Isten akarata. Azt akarja, hogy ő hozzá tartozzunk. Hogy semmi ne vigyen minket messzire tőle. Egy angol dicséret szövege fogalmaz, hányszor törtem össze a szíved, te mégis megbocsájtasz, ha kérem tőled. És hányszor hallottad könyörgő imám, jöjj közel hozzám. És az Isten megteszi, újra és újra. És ahogy végül a népet, hogy Isten minket is megajándékoz a jelenlétével, és velünk együtt halad tovább az életünk. És azt olvassuk az igében, hogy Mózes még ennél is többet kap az Istentől. Az Ószövetség rejtőzködő Istene megmutatja magát, és Mózes megláthatja az ő dicsőségét. Mérhetetlen kegyelem és ajándék ez. Hogy a haladó ember, kicsi, törékeny ember megláthat valamit az Isten nagyságából. És igaz, hogy ott fent a hegyen, még csak Mózes élhette át ezt a csodát. De Isten akarata és a hatalmas szeretetének a jele, hogy Jézusban mindannyian megláthatjuk Isten arcát. Hogy a hatalmas Isten gyönge emberi testbe öltözött, hogy találkozhassunk vele. Hogy megmutassa az Atya szeretetét és irgalmát, gyógyítva, tanítva az embereket. És végül a kereszten önmagát adva mindenkiért. Mert Isten akarata az, hogy az ő országának a gyermekei lehessünk. És ezért saját magát adta oda, hogy megbocsássa a bűneinket, és értünk legyőzze még a halált is. Hogy lássuk, milyen csoda részesei lehetünk, hogyha valóban ő hozzá tartozunk. Úgy hiszem, hogy nem adunk elégszer hálát azért az irgalomért, amiben élhetünk. Mert annyi mindent akarunk és hajszolunk, és nem veszük észre, hogy a legfontosabb az valójában már a miénk. Csak ki kell nyújtanunk a kezeinket Krisztus keresztje felé. Csak meg kell ragadnunk az Isten felé nyújtott kezét, és arra figyelnünk, hogy ő mit szeretne az életünk. Hogy nekünk mi a szerepünk, mi a feladatunk ebben, azt például Pál apostoltól felolvasott levélrészletben találjuk meg. Isten azt akarja, hogy úgy éljünk, ahogy ő tanította. Hogy azzal a feltétel nélküli szeretettel forduljunk oda a másik felé is, amelyben mi magunk is élhetünk napról napra. És úgy gondolom, hogy valahol itt kezdődik el az Istennel élt élet. Hogy a másik érdekeit a saját akaratom elé helyezem. Hogy mielőtt bármit is tennék, bármit is mondanék, akkor megnézem, hogy milyen hatással van az a másikra, vagy épp a környezetemre. Például lehet, hogy rémfáradt vagyok, és lusta bármit is tenni, de ha a másiknak szüksége van egy baráti beszélgetésre, akkor ott vagyok neki. Lehet, hogy kimerültem, de ha a gyermekemnek szüksége van rám, akkor ott vagyok neki, és segítek, és átölelem őt. Lehet, hogy a 20. felesleges dolgot készülök épp megvásárolni, de ha az a pénz máshol jobb célokat szolgál, akkor inkább odaszállom.
Lehet, hogy megint rengeteg munkát bíznak rám. De ha ez újra és újra elvesz engem a családomtól, a szeretteimtől, akkor tudok két lépést hátrébb lépni, és kicsit visszavenni a lendületből. És még annyi példát lehetne sorolni. Nem beszélve arról, hogy hogyan szólok oda a másikhoz. Mennyire vagyok képes megbocsájtani a másiknak. Mennyire tudok őszintén, szeretettel odahajolni hozzá. Mennyire tudom levetkőzni a saját előítéleteimet vele szemben. Vagy éppen mennyire tudok alázatos lenni valakivel. Majd Pál apostol fogalmaz, örüljetek az örülőkkel és sírjatok a sírókkal. Mind-mind apróság. Önmagukban tényleg nem nagy dolgok, de mégis számítanak. Mert közelebb visznek egymáshoz és az Istenhez. Ilyen apró gesztusokban kell elkezdeni Jézus tanítását követni. És olyan jó lenne, hogy ha már csak ezek az apróságok is működnének, és tudnánk így élni minden nap. Olyan jó lenne, ha mindent tettünk szavunk előtt, elgondolkoznánk, és feltennénk magunknak a kérdést, hogy mit tenne Jézus? Mit akar tőlem az Isten? Hiszem, hogy ahogy énekeltük is, Isten mindig csak azt akarja, ami a javunkra van. Az én javamra és a másik emberére is. És sokszor nehéz ezt meglátni és megélni. Sokszor nagyon nehéz megérteni. Mert nem látunk bele az Isten nagy, egész életünket átfogó tervébe. De mégis bízhatunk és bíznunk kell benne, hogy ő mindig tudja, hogy mi miért történt. És ő ott van velünk minden egyes pillanatban. A vidámban és a szomorúban egyaránt. És ő még a rosszat is a javunkra tudja fordítani és használni. Elég, ha József mondatára gondolunk, akit eladtak testvérei rabszolgának. Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. Mert Istennek igenis hatalma van az életünk. És ezért nem kíván mást, nem akar mást, csak az őszinte hitünket, a teljes valónkat és bizalmunkat. De ugyanakkor a másik ember javát is nézi. És az övét is akarja, még azért is, akiért talán mi nem rajongunk kifejezetten. És akkor még finoman fogalmaztunk. Épp ezért hatalmas felelősség, hogy az Isten gyermekei vagyunk. Mert az azt jelenti, hogy nekünk is szem előtt kell tartanunk minden helyzetben a másikat. Még azt is, aki nem szív velünk. Kicsi, apróságnak tűnő pillanatokban és nagyobb eseményekben egyaránt. Ezért kérem mindenkit, hogy ha legközelebb csak úgy visszakézből visszaszólnánk a másiknak, vagy gondolkodás nélkül tennénk, ami az akaratunkat, a mi célunkat szolgálja, akkor álljunk meg egy pillanatra, és tegyük fel magunknak a kérdést, mit akarna, mit tenne Jézus. Mert csak így élhetünk az Isten akaratához és gyermeki mi voltunkhoz méltóan. Mert ő újra és újra megajándékoz minket a jelenlétével az életünkben, az irgalmával és a bocsánatával. A Luther írta egyszer, Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem ajándékoztad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél, amilyen nem voltam. Maradjunk is mindig ilyenek. Isten megváltott gyermekei, akik elfogadják, és őszintén meg is élik az ő Istenük akaratát. Imádkozzunk! Szerető Urunk, alázatos szívvel állunk meg előtted, mert annyiszor láttuk és látjuk, hogy mi a te akaratod, tudjuk jól, hogy mit kívánsz, hogyan éljünk, hogyan fordulunk oda egymáshoz, és mégsem úgy cselekszünk. Kérünk,
Te védj minket, Te irgalmadva. Te bocsásd meg, hogy annyiszor hibázunk, annyiszor elbotlunk ezen az úton. És Te adj nekünk erőt és hitet, hogy valóban gyermekeid lehessünk. Kérünk Téged, Urunk, hogy Te segíts nekünk, hogy olyan szeretettel tudjunk, és olyan elfogadással a másik felé is fordulni, amilyen szeretettel Te ölelsz bennünket körül, minden egyes napunkon. Köszönjük Neked, Urunk, hogy Te fogod a kezünket, és végig kísérsz minket ezen az életen. Sokszor nem látjuk a Tervedet, nem értünk dolgokat, de mégis Te benned bízunk, hiszen Te megváltó Atyánk vagy, aki végtelenül szeretsz minket. Így kérünk, Urunk, segíts nekünk, hogy egyenként is, de közösségként is kimerjünk állni az emberek elé. Meg tudjuk mutatni a többieknek is, hogy mit jelent a Te szereteted, mit jelent hozzád tartozni, hogy milyen csoda az, hogy a Te gyermekeid lehetünk. Így kérünk egész világ kereszténységéért, hogy valóban a Te fényedet tudjuk továbbadni a világnak, az emberi szívek és a világ sötétjével. Szerető mennyei Atyánk, segíts, hogy minden napunkat a benned való bizalom és hit járja át, és kérjük a Te világosságodat a vezetőjék, a világ vezetőinek szívébe is. Segíts nekik, hogy ők is rád figyelő tekintettel, szívvel, tőled kapott bölcsességgel tudják kormányozni országunkat és ezt az egész világot. Ők is azt cselekedjék minden tettükben, szavukban, amelyet Te kívánsz tőlük. Drága Urunk, így kérünk, hogy Te add békességedet ennek az egész világnak. Te szüntesd meg a háborúkat, a viszályt, az ellenségeskedést egymás közt, és adj egy teljesebb, egy szebb életet ennek a világnak. Drága megváltóunk, Te az elesettek, gyengék megváltója is vagy. Így kérünk Téged most a betegekért. Te emeld föl őket, Te adj nekik erőt és reménységet. Te légy azokkal, akik most nehéz terheket, fájdalmat, gyászt hordoznak. Kérünk, Te gyújtsd a szívükbe a Te reménységed lángját. Te mutasd meg nekik, hogy benned élet, örök élet vár ránk mennyei országunkban. Kérünk, Urunk, őrizd meg mindnyájunkat ebben a világban, hogy a Te hatalmas áldozatodhoz és gyermeki mi voltunkhoz méltóan tudjunk élni és szolgálni, és egykor majd valóban elnyerhessük az örök életet, miénk lehessen az örök boldogság a Te országodban. Szerető mennyei Atyám, köszönjük, hogy Te mindenkor meghallgatod a Te gyermekeid kimondott és kimondatlan imádságát. Kérünk Téged, hallgass meg minket akkor is, mikor megváltó Urunk szavaival együtt testvérekként így szólítunk meg Téged. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a föld is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
fogadjuk az Úristen áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te felé, és adjon te néked békességet.